szájtó szövetekben lévő víz és a gyümölcsben lévő víz az megfagyott. Ványi Gábor termelő mutatta április 22-én, hogy megfagyott a cseresznyefa virága. A fagykárral foglalkozott mai ülésen a megyei közgyűlés is. Lipők Sándor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője azt mondta, a testület a földművelésügyi minisztertől kér kiemelt segítséget a kárt szenvedett megyei gazdáknak. Az elnök úr a miniszter úr felé, a földművelésügyi minisztér felé fog jelzéssel érni, hogy kiemelten figyeljen oda, és valamilyen kezelési lehetőséget, enyhítést próbáljon megoldani az elszenvedetteknek, a gyümölcsösöknek, a gazdáknak, a termelőknek természetesen, hogy ez enyhítse az ő problémájukat. Veres János szocialista képviselő támogatta az előterjesztést. Szerinte a kormányzat nem fordít kellő figyelmet a problémára, ezért kell a megyei közgyűlésnek lépni. Ennek az előterjesztésnek az idekerülését kifejezetten üdvözlöm. Örülök annak, hogy végül is belátta a kormánypárti többség is, hogy kell felterjesztést tennünk a minisztériumhoz. Ugye ez azért kellett, hogy belássák, mert láthatóan a minisztérium nem eléggé gyorsan és nem elég operatívan avatkozik be ebbe a helyzetbe. Nem csak a gyümölcsfák, hanem az akác is lefagyott idén. A légi felvételen látszik, hogy a 3 méternél alacsonyabb fák teljesen elfeketedtek. Így idén kevesebb lesz az akácméz is. A jobbikos Adorján Béla azt mondta, egyedülálló, hogy a megyei közgyűlés a méhészekre is figyel. Ez egy jelentős áttörés, és nagyon pozitívan értékeljük, hogy javaslatunkra ez a méhészeti ágazat is bekerült a kárhelyítési, vagy egyáltalán a kárvizsgálati szektorba, és a jövőben talán meg tudjuk óvni ezt a fajta mezőgazdasági tevékenységet, amely jelentős megélhetést biztosít jelentős mennyiségű családnak itt Szabolcs-Szatmár-Velej megyében. A testület elnöke arról beszélt, hogy az adatok szerint 2300 megyei kárbejelentés érkezett az áprilisi fagy miatt. Sesszák Oszkár abban bízik, hogy a rendelkezésre álló 20 milliárd forintos alap kellő segítséget nyújt a gazdáknak. 20 milliárd forint van azonban az alapban, amelyből kártérítéssel élhetnek a gazdák, kártérítési igényel élhetnek a gazdák. Persze nem csak a megyében volt fagy, hanem az ország számos más pontján is, a Dunántúlon is. Remélem azért, hogy ez a kárnyitási rendszer, ez már komolyabb segítséget jelenthet, tényleges segítséget jelenthet a kárszenvedetteknek, és át tudják vészelni ezt a nehéz helyzetet. A testületi ülésen Helmeci László önkormányzati képviselő javaslatot tett arra, hogy a Nyíregyháza és Domrád közötti jelenleg nem működő kisvasúti szakaszt indítsák újra. Ha lehet újabban kisvasutakat létesíteni, akkor amit megvan. Nem kéne valamiféle pályázattal beüzemelni. Egy gyönyörű 20 települést érintett ez a vasút, Sóstót, gyönyörű szépen kimegy a Tiszapartra. Én azt gondolom, hogy nekünk is oda lehetne figyelni, nem csak Felcsútnak. A közgyűlés emellett több gazdasági szervezetének, többek között a Kölcsei Televízió tavalyi pénzügyi beszámolóját és idei üzleti tervét is elfogadta. A testület következő ülését május 20-án a megyenapján tartja Szabolcsban és Nyírbogáton.